A Bonis Bona díjat a magyar tehetségek kibontakoztatását segítők elismerésére alapította a Nemzeti Tehetségprogram keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2013 tavaszán. A nyár elején tettek közzé pályázati felhívást kiváló versenyfelkészítő, kiváló tehetséggondozó, illetve kiváló tehetségsegítő kategóriában. A 800 jelöltből 437 pedagógus vehette át a magas szakmai elismerést, közöttük kiváló tehetséggondozó kategóriában Szabó Klára és Damjanovicsné Eke Violetta. Én mindig találkoztam nagyon tehetséges gyerekekkel, és soha nem tudtam elmenni mellettük. Borzasztóan kíváncsi ember vagyok, és mindig izgat az, hogy mi az, amit egy-egy gyerekből ki lehet hozni, mert a maga módján minden gyerek csoda. És ennek köszönhetően voltak szép eredmények a legkülönfélébb versenyek országos élmezőnyében is. De emellett én úgy gondolom, hogy nem mindig lehet tudni, hogy kiből lesz tehetség. Valahogy úgy van ez a szem, mint a költőknél, hogy van poéta doctus és poéta natus. Úgyhogy minden gyerekkel, aki nyitott, érdeklődő, én kész vagyok foglalkozni, és évek óta, egészen pontosan 1997-től van a gimnáziumnak egy tudományos diákköre. És a gyerekek tudják azt, hogyha valamilyen téma izgatja őket, akkor akárcsak egy nagyon pici részterületen tudok nekik segíteni. Én fizikatanár vagyok, és azt tapasztalom, hogy az érdeklődő gyerekek azok nagyon szívesen látogatják a fizika szertárt és egy labort. Tehát azt valljuk, hogyha nyitott az ajtó, akkor több ember fognak jönni, és megpróbálnak saját maguk érdeklődésének megfelelő területen találni és azon dolgozni. Aki kísérletezni szeret, az kísérletezik, aki projektben szeret dolgozni, és esetleg teammunkát szeret végezni, akkor pártoljuk azt, hogy többen dolgozzanak együtt egy-egy témán, utána előadások formájában a többieket is megismertetik az általuk mért eredményekkel, vagy tapasztalatokkal. Tehát fontosnak tartom azt, hogy közvetlen kapcsolat legyen a gyerekekkel, és ami nekem nagyon számít, hogy nem nagy dolgot kell nekik, nem egy Nobel-díjas eredményt kell felfedezni, hanem apró léptekkel haladjanak, és akkor sikeresek lesznek, azt hiszem. A kitüntetés hírével szinte egy időben értesült arról is a tehetségpontként működő középiskola, hogy akkreditációs kérelmüket a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége elfogadta, így 3 évig jogosultak a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács térségi hatókörű akkreditált kiváló tehetségpontja cím használatára. Itt a legutóbbi 5 évet értékelve most jeleztük, hogy úgy gondoltuk, hogy megérdemelünk egy fokkal magasabb minősítést, ezért pályázatot nyújtottunk be, és kértük, hogy vizsgálják meg az eredményeket, illetve elemezzék az itt folyó munkát, és ennek eredményeként nagy örömünkre regionális kiváló akkreditált tehetségpont lettünk. Ez egy nagyon szép elismerés, és nyilván az egész nevelőtestület munkája benne van, hiszen itt a kitüntetett 2 pedagógus kolléga, Szabó Klára és Damjanovicsné Eke Violetta mellett a tantestület minden tagja részese ennek az elismerésnek. A gimnázium igazgatója kiemelte, hogy ez egy folyamat. Így tehetséggondozó programjaik, mint a kutatók éjszakája, a Pálkolic István emlékére szervezett versmondó verseny, a tudományos diákkori konferencia, illetve a színházismereti vetélkedő megőrzése, további fejlesztése a jövőben is feladatot jelent minden kollégának.